Bevilágít egész földet, megvilágítja az igazság és a szabadság acélbetűit, amely betűket az úgynevezett haladó világ, haladó emberei egyre jobban bemocskolnak, eltüntetnek, lesavaznak, fegyverekkel, bombákkal tétlődnek, de megsemmisíteni biztos, hogy nem tudnak. Nem fogják tudni, mert vagyunk még, akik életünket is bátran odaadnák a szabadságért, saját népükért. Ilyen bátor hűséggel itt nyugaton már nem nagyon találkozunk. De még bármilyen meghökkentően hangzik, még rosszabb helyzetben vagyunk, mint a Dalai Láma hűséges népe. Azért, mert a tibeti még hűséges nép, képes akár meghalni is érte. Az erkölcsileg teljesen ledüllött nyugat a bátor hűség fogalmát jobbára már csak fennkölt költeményekből ismeri, azért, mert nincs mihez, nincs kihez. Ennyi lenne a demokrácia? Az idei március 10-i megemlékezés, ha lehet, még kegyetlenebb, elszomorítóbb, kilátástalanabb, mint amelyik az elmúlt évtizedekben voltak 1959 óta. 59. március 10-én őszentségre a Dalai Láma kénytelen volt elhagyni országát és népét, mert élete közvetlen veszélybe került az öldöklő és a kommunizmustól megtébolyult kínai hatalom uraitól és az őket kiszolgáló több milliós han, sakál, falkától. Azóta őszentsége az indiai darabszalából szolgálja a népét és országát, az emberiesség egyetlen középvonalán az erőszakmentes együttérzés borotva éles fegyverével. Yeah.